Hát persze, hogy ilyenkor kezdek el habcizni. Amikor már jó a sminkem. Aha, vettem egy Steve Madden cipőt, az answer.hu-ról már becsomagoltam vissza, úgyhogy nem látjátok, de ez egy nagyon, nagyon király cipő. Hát persze, hogy kicsi lett rám, szóval most a visszaküldéssel szarakodok, de az answer nem veszi fel a telefon. Nem tudom elérni őket napok óta, hétvégén amúgy sincsen ügyfélszolgálatuk, úgyhogy most itt malmozok és várom, hogy hát ha az a méret, ami jó rám, elfogy. Sziasztok, Ivet vagyok, és ez itt a Csivetka videoblog. Már nagyon-nagyon régóta szeretném nektek elkészíteni ezt a videót, igazából 3 hónapja körülbelül. És 3 hónapja mindig csak halogattam, mert igazából annyi minden történt, hogy úgy gondoltam, hogy ha elkezdek egy videót leforgatni arról, hogy mi folyik itt Gyöngyösön, és hogy mik a terveim, akkor körülbelül a mi folyik itt Gyöngyösig eljutottam volna, de a terveket nem tudtam volna megosztani, mert még én sem tudtam, hogy mit fogok csinálni, én sem tudtam, hogy mit akarok, hanem egyszerűen csak így próbáltam sodródni az árral, és az érzéseimet, meg a szívemet követni, aztán oda jutottam, ahol most vagyok. A mai videót munkahelyrel kapcsolatos, munkahelyváltás, új munkahely, stb. És az Emirates-ről fog szólni. Lesz benne storytime is, meg lesznek benne gondolatok arról, hogy mindegy keresztül az ember, amikor leteszi a voksát egy munkahely mellett, vagy amikor eldönti, hogy mégsem ez a munkahely az, amire vágyik. Próbáltam így kitalálni, hogy mi az, amiről szeretnék mesélni, de rájöttem, hogy igazából csak elég, hogyha mesélek az elmúlt 2,5 évemről, és az meg fogja tölteni a videót. Már kértetek tőlem ilyen munkahelyes videót, és ez pont akkoriban volt, amikor elterveztem, hogy fel fogok mondani az Emirates-nél, és úgy voltam vele, hogy na, akkor itt lesz a megfelelő idő arra, hogy igazából olyan témát gyártsak, ami most az én életemben is tökre jelen van. Kezdjük azzal, hogy nagyon sokat utaztam az elmúlt időszakban, és amúgy tök fenszín néz ki az Instagramon. És hogyha valaki feltéved az Instagramra, akkor valószínűleg azt gondolja, hogy eszkort vagyok, és ilyenkor mindig kihúzom magam, hogy nem vagyok eszkort, és ezt mind a saját erőmből hoztam létre, és tök büszke vagyok rá, de igazából az emberek felét ez amúgy se érdekli, viszont titeket, csivettársakat szerintem mindig is érdekelt, ezért gyártottam egy videót arról, hogy miből van pénzem utazni, és igazából az a videó arról szólt, hogy az Emirates-nek dolgozom, és azáltal van tök jó lehetőségem tök messzire elutazni, de még mindig nagyon sok pénzbe kerül az utazás abból a szempontból, hogy hol szállsz meg, mit fogsz ott csinálni, stb. És arról adtam nektek tippeket ebben a videóban. Most megragadom az alkalmat. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki részese az Emirates teamnek, és aki igazából az életem volt minden jótok az elmúlt 2,5 évben, mert nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nem csak az Emirates-nek, nem csak a Sheiknek és ezáltal az egész Emirates teamnek, hanem igazából nektek, a Budapest teamnek is, mert ha ti nem vagytok, akkor én már rég felmondtam volna. Most megint elkezdek mesélni nektek arról, hogy mi volt mondjuk 2-3 évvel ezelőtt, és egyébként nagyon sokan tudjátok, de azért, hogy az újonnan csatlakozók is értsék ezt az egészet, elmondom így nagyjából még egyszer. Tehát én egyetem után elmentem Kanadába, és Kanadában egy olyan periódust éltem, amiből hála Istennek hamar kiszakítottam magam és hazajöttem, mert hogyha ott maradtam volna, akkor lehetséges, hogy most drogfüggő lennék, vagy nem tudom. Szóval azután, hogy hazajöttem Kanadából, volt egy ilyen 1 évem, ameddig így összeszedegettem magam, és az alatt az idő alatt bekerültem a Marriottba, amit szintén nagyon imádtam, és nekik is tök sokat köszönhetek, és már ott igazából körvonalazódott bennem, hogy mi szeretnék lenni, ki szeretnék lenni, hová szeretnék tartani, és mit szeretnék csinálni az életemben, és ebbe beletartozott az utazás is. És a Marriottos pályafutásom alatt, amikor már elkezdtem gondolkodni azon, hogy váltanom kellene, az ottani barátaim hívták fel a figyelmemet arra, hogy van egy lehetőség az Emirates-nél, és hogy ez egy újonnan nyílt iroda, és hogy tök menő, fancy, az Emirates a legjobb légitársaság igazából a világon. Mikor kitaláltam, hogy én oda akarok jelentkezni, legalábbis először tiltakoztam, hogy oda jelentkezzek, aztán utána kitaláltam, hogy oda akarok jelentkezni, akkor még nem nagyon beszéltem németül, és két nyelv kellett hozzá, mert ez egy call center. És a munka maga abból állt nap mint nap, hogy telefonáltam. Felhívtak mindig ugye
most azért voltam mérges a videóm elején az answer.hu ügyfélszolgálatára, mert nálunk sosem volt az, hogy nem csörök ki a telefon, nem veszük fel, 0-24-ben elérhetőek voltunk. Szóval, na mindegy, lényeg az, hogy mi egy tök fancy ügyfélszolgálat voltunk, akik a világ bármelyik pontjáról fogadták a hívásokat, többek között Németország, Svájc, Ausztria, Dél-Afrika, Amerika, Svédország, Norvégia, Olaszország, ugye az nem én voltam, mert én nem beszélek olaszul, de lényeg az, hogy tényleg nagyon sok helyről fogadtuk a hívásokat, és többféle emberrel, etnikummal, mindenki beszéltünk lényegében, és mivel én ezt erre vágytam, és ezért sokáig dolgoztam, hogy bekerüljek az Emirateshez, nekem az a munka szerelem munka volt. Emlékszem, hogy a 2016-os év volt az az év, amikor én úgy jártam be dolgozni, hogy egyszerűen imádtam. Egy párhuzamat szeretnék vonni a szerelem és a szerelem munkahely között. Kettő között egyébként nincsen különbség. Amikor megszereted azt a munkahelyet, meg azt az embert, akkor így egy csomó minden felett így átsiklasz, bármi jó, bármi, mert imádod, és mert nem tudnak ebből kizökkenteni, és stb. És amikor elkezd elmúlni a rózsaszín köd, akkor dől el igazán, hogy ez a szerelem, vagy ez a kapcsolat, amit kialakítatok, az hosszú távú lesz-e, vagy esetleg hamarosan megszakad. Ugye a szerelem meg a szeretet mindig ott marad, hiába válik ketté az emberek, vagy az ember és a munkahely útja, hogyha értitek a párhuzamot. Én legalábbis azt nyilatkozom, hogy én a mai napig nagyon szeretem az exeimet is valahol, de nem szerelemmel, hanem így szeretettel, és szeretettel gondolok rájuk azért, amit tőlük kaptam, és azért, amit megéltem velük. És ugyanez van az Emirates-szel is, hogy körülbelül egy év telt el onnantól kezdve, hogy elkezdtem az Emirates-nek dolgozni, amikor rájöttem, hogy én ezt lehet, hogy nem akarom túl hosszú távon csinálni, mert azért az ügyfélszolgálati kicsit megterhelő. Hamar kiderült, hogy nem tudok olyan karriert építeni ott, mint amire számítottam volna. Persze építhettem volna karriert, de én azokat a dolgokat nem igazán akartam, amiket úgy a budapesti kontaktcenter kínált. Szóval nem az ő hibájuk, ne értsétek félre, hanem egyszerűen csak nem ez volt az elképzelésem, amikor oda mentem, és ez szerintem megtörténik bárkivel. Ráadásul annó, amikor elkezdtem ott dolgozni, akkor kezdtem el a blogomat is, szóval az Emirates-es pályafutásom egyidős volt a blogos, igazából a blogommal, és hiába képzeltem el azt, hogy én sikereket fogok elérni a blogban, elképzeltem azt is, hogy karriert fogok építeni az Emirates-nél. Persze az elején nem gondoltam át, hogy a kettő együtt nem megy, mert vagy az egyik, vagy a másik, és úgy voltam vele, hogy majd az élet úgy is hozza, hogy melyik utat kell választanom. És igazából az élet úgy hozta, hogy minél több idő telt el, annál inkább az erősödött fel bennem, hogy én a blogomat akarom választani. Ugyanis az Emirates-nél műszakban dolgoztam, és négyféle időpontban, de az elején háromféle időpontban, aztán négyféle időpontban kellett bejárnom dolgozni, ami azért volt nehéz, mert egyébként is egy ilyen szétszórt ember vagyok, és a time management nekem nem az erősségem, ezért a dolgaimat még nehezebb volt megoldani a munkán kívül, ráadásul nagyon-nagyon sok időt töltöttem a laptop előtt, a csatornámmal, a fejlesztésekkel, meg igazából így a szobámban, hogy felvegyem a videókat, meg mindent megcsináljak, ami igazából tényleg amit visszatekintesz, minden az én kezem munkája. Szóval nagyon-nagyon sok idő ment el, nagyon sok energia, és azt éreztem, hogy bár nagyon sok idő és nagyon sok energia, mégis szívesebben csinálom ezt, mint bemenni naponta, hétvégente is, meg ünnepnapokon is, meg bárhol, bármikor, amikor beosztottak 8,5 órát ledolgozni. A másik dolog, ami nagyon lestorapált, az az, hogy amikor oda mentemre, jelentősen kevesebb ügyfélel kellett foglalkoznom naponta, mint amikor eljöttem onnan. Az egész rendszer így folyamatosan lett kialakítva, és nekik is költséghatékonyá és hasznossá kellett tenni azt, hogy egy új országban nyitottak egy teljes kontaktcentert, szóval várható volt, hogy a munkavolumen az egyenesen arányosan nőni fog az ott eltöltött idővel. Ezt valaki bírta, valaki nem bírta, én azt gondolom, hogy nekem nagyon sokáig volt tűrőképességem hozzá, plusz nagyon sok türelmem volt mindig az emberekhez, és azt gondolom, hogy mindig szeretettel fordultam az ügyfelek felé, csak nem mindig éreztem azt, hogy megéri magamat oda tenni, vagy ott annak az oltárán feláldozni, hogy igazából az Emirates kapjon egy jó pontot egy embernél a világ bármelyik táján. Ez meg úgy gondolom, hogy
természetes önzőségnek kell legyen az embernél, hogyha csinál egy munkát, akkor nézze meg, hogy mi az, amit beáldoz magából, és mennyire térül meg ez az egész. Én igazából egy idő után már csak hát szeretetből, a kollégám iránti szeretetből, vagy a kollégáim iránti szeretetből, a pénz miatt és az utazások miatt maradtam. Szóval nekem ez volt a három motiváló erő, ami még hozzátett másfél évet a pályafutásomhoz, mert igazából az első év után én már tudtam, hogy el akarok jönni, de mégis tök sokáig húztam. Plusz bennem volt az, hogy nem csinálni semmit sem szívesebben, mint amit egyébként az Emlésznél csinálok, vagy a blogom. Szóval meg kellett várnom, míg a blogom odáig ér, hogy elég bátor legyek ott venni a munkahelyet és kitalálni, hogy mit szeretnék. Nagyon sokat utaztam és nem volt félretett pénzem, úgyhogy ezt is kalkulálnom kellett, hogy mikor mondjak fel, amikor lesz elég időm újat keresni, mert én ezt úgy képzeltem el, hogy míg dolgozom, addig keresek valami mást és akkor lépek, de sajnos ez soha nem jött össze, mert annyira lezúztam magam mindennel, tehát hogy dolgoztam, blogot csináltam, ide jártam, magánélet, anyukám Németországban van, ugye Marcival is tök komolyra fordultak a dolgok, szóval így azt éreztem, hogy mindenre jut időm, meg kedvem, meg energiám, csak új munkakeresésre nem. Az alatt az idő alatt, amíg én húztam, halasztottam ezt az egészet, meg is betegedtem, szóval van egy autoimmun betegségem, ami az utóbbi időben derült ki, amiről még nem szeretnék nektek mesélni, de igazából elmondom nektek, hogy tudjátok, mert előbb-utóbb úgyis fogok róla beszélni. Ugye hosszú távon ott maradtam, úgy, hogy nem is akartam ott maradni, azért, mert nagyon-nagyon szerettem a kollégáimat, nagyon szerettem utazni, és mert kellett a pénz. És nagyon sokszor járt az eszemben az, hogy ezt miért csinálom magammal, és igazából az, hogy kiderült ez a betegségem, lökött meg abba az irányba, hogy jó, akkor ez kész, ez itt vége, és ahogy stabilizáltuk az életemet, tehát az egészségemet, vagy így mindent, így eldöntöttem, hogy itt a vége, fuss el vére. Jártam Dél-Afrikában, Dubajban, Tájföldön, Kambodzsában, Mauritiuson és Balin is, szóval igazából 7 olyan országot tudhatok magaménak, vagy tudhatok a bakancs listámon, ami az Emlésznél nem jött volna létre, és ez nekem már Marriottban is nagy álmom volt, és sokat szoktunk nosztalgiázni Gabcsi Fülivel, barátnőmmel, akivel együtt kezdtük a Marriottot, és úgy lettünk barátnők, hogy úristen, milyen nagyra törő álmaink voltak, és igazából ő is halad az álmai felé, vagyis a megvalósítása felé, és én is nagyon sok mindent kipipáltam már azóta. Szóval azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődtem, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek az Emlésznek, de egyszer minden véget ér. Egy fontos dolgot megtanultam az évek alatt, hogy csak azért, mert jó környezetben vagyok, nem kell ragadni egynél, hogyha egyébként ezen kívül neked semmilyen plusz nem ad. A másik dolog, amit megtanultam, vagyis ez egy szabály, amit felállítottam, hogy ha egyszer valahonnan elmegyek, akkor nem megyek visszafelé. És pontosan az előző munkahelyemnél volt az, hogy visszahívott a főnök. Eltelt x hónap, az a recepciós, aki engem követett, nagyon hamar felmondott utánam, és behívott az irodába, és szerette volna, hogyha én folytatom tovább a munkát, és mondtam neki, hogy ez nagyon jól esik, nagyon kedves, nagyon szeretem őket, de nem szeretném. És ugyanez volt az Emlésznél is, hogy beadtam a felmondásomat, és a vezetőség egyből felajánlotta, hogy mi lenne, hogyha részmunkaidőt vállalnék, mert ők meg tudták, hogy nekem igazából az elsődleges célom az az, hogy több szabadidőm legyen, és többet tudjak foglalkozni a blogommal, plusz azt is tudták, mert mondtam nekik, hogy én nagyon szeretem őket, és ez mindig nagy visszahúzó erő volt, szóval megpróbáltunk valami közös nevezőre jutni, aztán hetekig így emésztettem, és rájöttem, hogy fél megoldásokkal nem leszek előrébb, úgyhogy mindent vagy semmit alapon, ott hagytam. Szerintem mindenki tök vakmerőnek gondol, abból a szempontból, hogy ugye nem kerestem másat, jelenleg sincs más munkahelyem, de nagyon szeretném megvalósítani azt, amit elterveztem magamnak, és ez lesz majd a következő videómnak a témája. Regisztrált álláskereső voltam itt a Budapest 8. kerületi munkahelyi központban, és
a Helga barátnőm javasolta, hogy próbáljak meg beadni egy pályázatot, ami a vállalkozás elindításának a támogatásáról szól. Beadtam és megnyertem, úgyhogy most jelenleg vállalkozó vagyok, és én is kiváltottam a vállalkozóit. És ahogy észrevettem egyébként, most nagyon sokan járunk ebben a cipőben így a blogger társadalomban, ahogy így láttam a YouTube-on. Nagyon sokat jelentett az, hogy Tindigó Ildi nagyon sokat beszélt nekem arról, hogy már pedig ez menni fog, már pedig ezt kell csinálni, már pedig így meg úgy meg amúgy. És tökre átérezte azt, amit én szeretnék, és tökre sokat segített nekem lelkileg, szóval köszönöm szépen, Ildi, hogyha nézted a videót, mert nagyon-nagyon sokat köszönhetek neked, és nagyon-nagyon sokban hozzájárultál ahhoz, hogy én itt legyek. Amit elképzeltem, az így kezd beindulni, szóval most tényleg idő kell, amíg ez az egész így rendszerbe áll, és nem biztos, hogy holnap, vagy holnap után, vagy jövő héten, de hamarosan megszületik az a videó, ami kifejezetten arról fog szólni, hogy jelenleg mi történik velem. Én mindig is ez az önmegvalósító voltam, én mindig is arra törekedtem, hogy jól érezzem magam ott, ahol vagyok, és amikor valamiért nem éreztem magam jól ott, ahol vagyok, akkor annak mindig meg is jött a eredménye, vagy a hozománya, vagy a hozadéka, és hiszek benne, hogyha elkezdem, akkor úgyis úgy fogja hozni azt élet, hogy nekem az összejönjön, hogyha ez az utam, akkor úgyis járhatóvá teszi. És pontosan ezért ösztönzök mindenkit arra, hogy legyen bátor, legyen csak egy picivel vakmerőbb, mint az átlag, mert általában mindenki vakmerőségnek gondolja azt, amit az embernek egyébként meg kellene tennie. Hogyha féltek, vagy bármilyen támogatásra van szükségetek, akkor keressetek olyan embereket magatok köré, akik hasonló elképzeléssel, hasonló bátorsággal, vagy inkább vakmerőséggel rendelkeznek, akik nyitottak arra, hogy befogadják az ötleteiteket, vagy az elképzeléseiteket, akik nem visszahúznak titeket, vagy elnyomnak titeket, hanem feljebb emelnek, mert nekem is tök sokat számít azt, hogy milyen környezetben mozogtam az Emirates-nél, hogy tökre elfogadtak engem, és az is sokat számít, hogy immáron olyan emberekkel hozott össze a sors, mint Ildi, meg mint Ádám, meg mint még sorolhatnám egy csomó embert, akire felnézek, hogy ebben a szituációban pedig ők húznak engem előre, hogy kövessem az álmaimat. Remélem, hogy tetszett a mai videó, én most már nem is húznám tovább ezt az egészet. Azt hiszem, hogy elmondtam mindent. Még egyszer köszönöm szépen az Emirates-nek és mindenkinek, hogy szépé tettétek az elmúlt 2,5 évemet. Imádlak titeket, és nagyon hiányoztok. Sok sikert kívánok nektek, meg mindenkinek, meg az összes nézőmnek is, aki munka előtt áll, vagy munkaváltás előtt áll, és remélem, hogy tudtam segíteni a mai videóval bárkinek valamiben. Hogyha tetszett a videó, nyomtak rá egy lájkot. Szeretném még elmondani, hogy mit tanácsadások akkora jelentkezhettek hozzá, aminek az infóját beleteszem a videó leírásba. Van egy csivetka kérdőívem is, úgyhogy azt is tölthetitek, nekem az tök sokat segít. Szeretnék nagyon-nagyon sok embert elérni vele, szóval csekkoljátok a videó leírás, mert nagyon sok infót teszek bele a szolgáltatásokról, amiket most a csivetkának kitaláltam, illetve egy csomó más mindenről. Köszönöm szépen még egyszer, imádlak titeket, sziasztok! Thank you.